sorozat. A mai sporthétfő rendhagyó programelemmel indul. Megkérem Szarvas Péter polgármester urat. Én, ahogy elhangzott, jubileumi 10. sporthétfő rendezvény sorozat indul a mai nappal. És ugye 2014-ben volt az első, és az önkormányzat azzal a szándékkal indította el a sporthétfő rendezvény sorozatot, hogy a Békés Csabán működő sportágak mutatkozzanak be a város főterén, a Szent István téren, és próbálják a sportolni szándékozó fiatalokat még közelebb vonzani egy-egy sportághoz. Legyen szó labdajátékról, legyen szó erősportról, legyen szó más egyéni sportról. Nyugodtan mondhatom önöknek, hogy a sporthétfő sorozat is hozzájárult ahhoz, hogy Békés Csaba igazi sportvárosnak mondhatja magát. Jó, ha tudjuk azt, hogy több mint 5000, sőt közel 6000 igazolt versenyző van minden korosztályt figyelembe véve Békés Csabán, és több mint 50 sportági egyesület működik, fogja össze, integrálja a sportolókat és a szakvezetőket. Jól van ez így, azt gondolom, és miután azt láttuk, hogy sikeresek a sporthétfő rendezvények, 2023-ban is megrendezzük, a mai nap, illetve jövő héten még két hétköznap mutatkoznak be a sportágak Békés Csaba főterén, a Szent István téren. Arra biztatok minden fiatalt, mozgást, sportot, testnevelést kedvelő családot, hogy ha még nem választott a gyermek sportágat, függetlenül attól, hogy milyen életkorban van, jöjjenek el a főtérre, beszélgessenek a sportolókkal, fiatalokkal, picit idősebbekkel és a sportvezetőkkel, mert tudjuk jól, hogy aki a sportot választja, a testedzést választja, az a gyermek, majd később felnőtt, sokkal egészségesebben, sokkal tetrekészebben fogja tudni az életét koordinálni, az életét vezényelni. A mai nap a sporthétfők tekintetében egy különleges is, mert nagyon szeretnénk nem szótlanul elmenni két sportegyesület sportolóinak és szakvezetőinek sikerei mellett. A főtérre invitáltuk ma, a Szent István térre invitáltuk ma a BRS-e röplabdás hölgyei közül azokat, akik idén nyáron röplabdás világversenyen vettek részt magyar színekben, a BRS-ét képviselve, illetve a lakótelepi ESE kickboxosai közül azokat a versenyzőket és szakvezetőket is ide invitáltuk, akik az isztambuli korosztályos Európa bajnokságon képviselték Magyarországot, Békés Csabát és saját egyesületüket. Minden városlakó szereti azt, ha a hírekben találkozik szeretett városával. Mi Békés Csabaiak sem vagyunk különbözőek, mi is szeretjük azt hallani a hírekben, hogy Békés Csabát megemlítik. Meg kell mondani önöknek, hogy talán leggyakrabban a sport kapcsán történik ez, és ehhez nagymértékben hozzájárulnak a sikeres sportolóink, a sikeres szakvezetőink, a sikeres egyesületeink. A sporthétfő 3 alkalmával egyébként az idén 34 sportág vagy mozgásforma mutatkozik be, és több mint 40 egyesület szervezésében. Ez is egy nagyon fontos szám, és nagyon bízom abban, hogy most a sporthétfő keretén belül, vagy jövő héten itt a mozgását, sportolását megmutató fiatalok közül sokan lesznek válogatottak, vagy Békés Csaba sikereiért fognak küzdeni majd a jövőben. Kérem szépen, biztos, hogy a sportszerető közönség figyelemmel kísérte a női röplabdában az idén nyáron lezajlott világversenyeket, amelyek közül az U17-es Európa-bajnokság 8 csapatos küzdelmeinek Békés Csaba adott otthont. Ezt a óriási sportdiplomáciai sikert azért tudta a város elérni, mert a BRS-e vezetése, menedzsmentje, Baran Ádám elnök úr remekül ismerte fel a lehetőséget, hogy a város megérett és a BRS-e megérett arra, hogy ilyen világversenyt szervezzünk. A Békés Csabai Városi Sportcsarnok alkalmas infrastruktúra volt a Dobozi úti Röplabda Akadémiával együtt a világverseny megrendezésére, és akármerre jártam polgármesterként, azt tapasztaltam, hogy a hozzánk érkező 8 válogatott sportolói, szakvezetői, kísérői csak a legnagyobb szuperlatívuszokkal illették a verseny rendezését. Békés Csaba jól vizsgázott,
és köszönjük szépen a röplabdás lányoknak és a BRS-e vezetőinek. Emellett az U19-es röplabda világbajnokságon is képviselte BRS-e játékos Békés Csabát, és biztos a tévében láttak néhány olyan meccset, hogy Belgiumban a felnőtt női röplabda EB-n 4 BRS-e játékos képviselte Magyarországot, képviselte Békés Csabát. Szívből gratulálunk a hölgyeknek és a sportvezetőknek ezekért a szép sikerekért. A lakótelepi ESE versenyzői Isztambulba utaztak a korosztályos kickbox Európa bajnokságra, és az előttem térdelő fiatalok fantasztikus sikereket értek el, hiszen nagyon színvonalas, magas minőségű mezőnyben értek el, ha jól emlékszem, 13 érmet, de ez majd elhangzik, és ezzel is öregbítették a Békés Csabai küzdősportok hírnevét. Kedves fiatalok, gratulálok nektek, és a sportvezetőknek, edzőknek köszönjük a erőteljes és figyelmes munkát. Bízunk abban, hogy a fiatalokból előbb-utóbb felnőtt nagysikerű sportolók lesznek. Kedves hölgyek és urak, ezek a szép sikerek azt mutatják, hogy Békés Csabán érdemes elkezdeni a sportot, érdemes kitartóan sportolni valamilyen egyesület berkein belül, és ahhoz, hogy az egyesületek, a szervezetek jól irányítsák a sport szakmai munkát, az önkormányzat eddig is azt gondolom megfelelő partner volt, és ezután is az lesz, akár az infrastruktúra biztosításával, akár pedig pénzügyi támogatás biztosításával. Köszönöm szépen a mai nap szereplőinek, hogy eljöttek a Szent István térre, a jövő héten idejövőknek is előzetesen köszönjük a szereplést, és minden sportolóknak kívánok az új sportévhez sérülésmentes időszakot, sok sikert, érmeket, győzelmeket, és sok-sok mosolyt a sikeres szereplés után. Köszönöm szépen, hogy végighallgattak. Hajrá Békés Csaba! Thank you.